A magyarországi médián belül is egyre nagyobb szerepet kap az internetes reklámpiac. Ennek is különböző ágai és érdekes megállapítások vannak egy felmérésben, miszerint a megkérdezettek 67%-a nem utasítja el az internetes reklámokat. Erről beszélgetünk Kálmán Tamással, az eTarget magyarországi vezetőjével, tehát az eTarget cég magyarországi vezetőjével, akit köszöntök itt a stúdióban. Ez egy kedvező adat, hogy a megkérdezettek végül is nagy számarányban elfogadják az internetes reklámoknak. Tegyük hozzá azért egy lényegi momentumát, a finomabb változatát. Igen, igen, itt különbségek vannak a bizonyos internetes reklámfajtákban. Igen, igaz, az magyar internetezők 67%-a pozitívan tekint ezekre a reklámfajtákra. Itt kiemelném, hogy ezek közül a bannerokra, illetve szöveges reklámokra. Tehát itt is vannak olyan fajták, például a különböző felugráló pop-up banner ablakok. Az, amikor hirtelen, pontosan, amikor megjelenik egy oldal, felugrik, és nem lehet eltüntetni. Például van egy érdekes cikk, amit szeretnék elolvasni, és egyszer csak egy kis ablak kiugrik a cikk elé, és van úgy, hogy ez magától eltűnik. Ha van türelmem, megvárom. Ha nincs, akkor megkeresem a bezárgombot, ami szintén nem egyszerű feladat sok esetben. Sokszor meg kell várni, amíg a film lejátszódik, és csak utána tűnik el. Pontosan. A választási kampányban legalábbis sokkal ilyennel találkozhatunk. Hát igen, ez egy nagyon agresszív hirdetési forma. Viszont a finomabb formára pedig úgy tekintenek a magyar internetezők, mint egy szükséges dolog. És melyik akkor a finomabb forma? Itt ez a kérdés. A finomabb forma, a legfinomabb formája az internetes hirdetéseknek a szöveges reklám. A szöveges reklám, ami arról szól, amivel az eTarget is foglalkozik, hogy például egy adott cikk után jelennek meg szponzorált ajánlatok, amelyek mindig próbálnak az adott cikkhez kapcsolódóan hirdetéseket megjelentetni. Tehát egy példát... Tehát eleve valakinek van valamiféle érdeklődési területe, amivel kapcsolatban elolvas, pontosan, egy írást, és ezzel kapcsolatban alkalmasint, pontosan, akár termékeket is a figyelmébe ajánlanak. Pontosan, pontosan. Tehát ez a kereső marketing, illetve kulcsos kereső marketing, amivel ez a legújabb ága is. Pontosan, és ez a legdinamikusabban fejlődő ága, ugyanis a hirdetők felismerik ennek az előnyét. Most ez hogy néz ki? Mit jelent ez a kereső marketing? Tehát először is elmondom hirdetői szempontból, utána egy pici kis technikai dolgokról fog beszélni, hogy ez hogy is jelenik. Csak röviden, meg. Nagyon röviden, nagyon röviden. Tehát a hirdetői szempontból ez úgy néz ki, hogy a hirdető mindig kulcsszavakat választ ki, amire szeretne megjelenni. Tehát ő forgalmaz bizonyos terméket, illetve foglalkozik valami szolgáltatással, és ezzel kapcsolatosan szeretne megjelenni. Tehát akkor kiválasztja mindig az adott témakörhöz a kulcsszavakat. Értem, tehát ez a hirdető. Én inkább azért kérném azt, hogy a néző szempontjából, a fogyasztó szempontjából pedig ez úgy jelenik meg, háromféleképpen tud megjelenni. A legegyszerűbb, illetve a legpontosabb megjelenítési forma az a keresőkbeni megjelenítés. Tehát keresünk tehát az internetes pontosan. Óceán kifejezés, és ezzel kapcsolatos. És ezzel kapcsolatos. Mondjuk van egy utazási iroda, aki ezzel kapcsolatos utakat szervez, akkor ha a keresőmezőben beírom azt, hogy óceán, akkor megjelennek ugye a hagyományos találati eredmények, és mindig a hagyományos találati eredmények előtt szerepelnek ezek a szponzorált ajánlatok. Ez valóban egy finomabb forma. Ugye az érdekelne úgy végül is, hogy a televíziós reklámok nagyon sokszor bosszantják ugye az embereket, a nézőket, és azonnal átkapcsolnak. Igen. Az ahhoz képest, annak az elfogadottsága mennyi lehet az ilyen internetes reklámokhoz Tehát képest? Itt a hirdető számokban pontosan online látja, hogy az adott napon például hányszor keresték az adott kulcsszavat, és hányszor jelent meg a hirdetése, illetve hányan kattintottak rá. Ha ez a kattintás megjelenítés aránya eléri a
mondjuk ha 5% felett van, akkor az már nagyon jó. Tehát akkor lehet azt mondani a jelenlegi vizsgálati eredmények alapján, hogy a hirdetési piac visszavonul és egy finomabb formát választ az erőszakos reklámok helyett a jövőben, mert egy ilyen igény, fogyasztói igény van rá. Pontosan. Ha például amerikai piacot nézzük meg, akkor tehát ott már 50%-ban ilyenek vannak. Köszönöm szépen, hogy befáradt a stúdióba. Thank you.